Sziasztok! Megmutatom kertemet, eddig szar, pad, fák. Na, vannak azok a törpék, jó a játék, itt idő van, és akkor ilyen nagyon füves lesz, alapból föld, aztán jön egy picit füvezet, aztán pedig már nagyon füves. Itt van, ki csinálta? Nagyjából ennyi. Na, itt a kert! Hello nézők, ez a 2021-es karácsonyi videósorozat 5. része, amelyben a Garden Simulator 2010 című játékról lesz szó, amit több mint 7 éve szeretnénk nektek már bemutatni. Ez a játék is a tipikus német gyártású akármilyen szimulátor játékok családjába tartozik, és valahol már a főmenüben érezni lehet, hogy a Garden Simulator valahol a spektrum alsó vége környékén helyezkedik el. A menü hangja is meglehetősen irritálóak. Nézzük, milyen küldetések közül választhatunk. Nyírd le a füvet 1. Oké, és a kis sufniból tudjuk kiválasztani az eszközeinket, jelen esetben egy motoros fűnyírót. Én már a múltkor megnyertem a bajnokságot ezzel, úgyhogy nem lesz itt sem baj. Külső nézet is van, jáj, szőke Hanzi világra szóló mosolyjal és nyakig begombolt ingben, oly de. És hát nyírjuk a füvet, hoppá, egy virág, na mindegy. Jaj, nyírd le a füvet 2, a gyepszőnyeg visszanő. Azt mondja, sikeresen átverekedted magad az első küldetésen? Hát, ja igen, senki nem halt meg. Ellenkező esetben kár lenne a szomszéd növényeiért. Ó, jaj, grüsszi szomszéd, milyen szép a zöldséges kert. Milyen kár lenne, ha valaki pont átmenne rajtuk. Bom. A hobbi kertek istenei kibannoltak erről a létsíkról. Megjött az ítélethozatal, az olasz cigányok közül kiletté tagadva. Van még olyan, hogy rózsák kultiválása, ez gyakorlatilag az alap tutoriál. Először is a kapával kell a méteres gazokat eltüntetni, nagyon bizarr megerőszakolt TPS nézetben. Oh, wow, milyen agresszív esőhang. Közben itt az ásóval előkészítjük a földet, hát ez az úgymond célzás is megéri a pénzét. Aztán a rózsákat kell elvetni, jó lenne, ha látnánk is pontosan mit csinálunk, közben a szomszéd nyírja a füvet. Szóval ezek a zöld astronautának tűnő valójában kettős pont D-smiley jelzik a növény állapotát, és hát most minden oké, és nőnek a virágok. Víz kell a rózsáknak, emberek, locsolót a kézbe, milyen tökéletes gömb alakúak a vízcseppek. És már megint víz kell neki, tök random egyébként, hogy mikor kell ez, már ha egyáltalán kell, de elég lassan fejlődnek a rózsák, úgyhogy szórjuk meg őket egy kis urániummal, jaj de szépek lesznek. Spanyol gitáros zenére szórom a radioaktív tápanyagot, Istenem milyen nyugtató ez az egész. Radiation levels detected. Minden rendben. Egészséges gyökerek, csodálatos levelek. A szamba szubsztrálna. Vannak ám madarak is errefelé, lássuk, mit mond erre a csornitológusunk. Fosztos valagú, siripuló, verebezetek, a pöcsös rigók és a harkányok, és a turbékuló cínegék. De az is cínegék. Lassan beértek a rózsák, csípentsük is le őket. Jaj, megtisztelnek, köszönöm, köszönöm. Hasonló küldetés a cseresznyefa ültetése, és nem, az egyes szám nem elírás volt, konkrétan egy darab fát kell ültetnünk. Ugyanaz a sztori, gazolás, ásás, és akkor a cserkót lerakott, bónuszban van egy almafa is, és akkor ki lehet menni egy cigire, sőt, akár egy rántottát is el lehet készíteni. Ha nem öntözzük meg urániumozzuk le a növényeket, akkor papíron lassabban nőnek, de én ezt gyakorlatban nem tapasztaltam, hogy őszinte legyek. Úgyhogy várakozás közben inkább átnéztem a szomszédhoz, varázslatos a kert kompozíció, a napraforgók. Na igen, a fejlesztők igen büszkék voltak erre, hiszen a menüháttérben is ezeket látni.
A másik szomszéd, hát én úgy látom, hogy ő inkább a gyümölcsfákra ment rá, itt a cefrés hordó is valóban csodaszép. Na nézzük meg egy másik küldetést, van Harvest and Sell 1 és 2, ami gyakorlatilag az, hogy különböző cuccokat kell termeszteni, és azokat betakarítva, és így instant eladva egy adott összeget kell elérjünk. Van Competition, ahol pontokért megy a küzdelem. A szomszéd kertjére is vigyázhatunk, hát nem kellett volna vasárnap hüvet nyírni, ezért bosszúból teleszórom a növényeit. A szomszéd kertjében sok lett az urán, értem már szomszédom, miért világít furán? Azt hiszem elég lesz már a forralt borból. Na de a játék legígéretesebb része a free play, ahol is kis kezdőtőkét és teljesen szabad kezet kapunk a kertet illetően, vásárolhatunk eszközöket, ásó kap a nagy harangot, vakoncsapdát, csigacsapdát, szocrál, permetezős jetpacket, növénymagokat, dekorációkat, díszköveket, madáritatót, gazibót, jaj. A vásárlási rendszer elsőre talán nem épp készhez álló, de szokható. Külsőre kevésbé, ez ugyanolyan igénytelen, mint a játék többi felülete, ez a diszkrét kék csík például, gyönyörű. Szóval itt akármit, akármilyen mennyiségben vethetünk és takaríthatunk be, ez utóbbi az egyetlen bevételi forrásunk, elkölthetjük a pénzt akár hologram törpékre is. Aztán épp meg akartam nektek mutatni kertem igazi kortárs művészeti elemét, a Rasszista Törpék című szoborcsoportot, amikor azt vettem észre, hogy Csóri egyetlen körtefámat csigák támadták meg, akiket egy benzinkutas latte macchiatóval ugyan elimináltam, de korábban is megjelentek már, akkor megszórtam őket uránnal, és hát... És viccen kívül ennyi az egész játék amúgy. Füvet nyírsz, gazolsz, ásol, ültetsz, betakarítasz, dekorálsz. Még annak idején találtam erről a játékról egy cikket, ami a játék megjelenése után pár hónappal íródott, és amit újra megkerestem, mert megfogadtam, hogy ha valaha ezt bemutatom, akkor erről a cikkről is beszélni fogok, mert imádni való. Az egyetlen igazi probléma a Garden Simulatorról az idő szimulálása. Az idő extrém gyorsan telik, nyilván azért, hogy a növények nőjenek. Azonban ez odáig fajult, hogy valójában nem tudsz sok különböző növényt ültetni, mert mire észbe kaptál, már félig kifejlődtek és vízre van szükségük. Ez nagyon lehúzza ezt az egyébként élvezhető játékot, és a kertészkedés jóval kevésbé relaxáló így, mint ahogy lennie kellene. A freeplay játékmód a Garden Simulator sava borsa, és nagyon hamar elkap a gépszi, hogy minél több pénzt vagy egy gyönyörű kertet csinálj. A Garden Simulator ötlete jó, de a kivitelezése távol áll a sikerestől. A játék elérhető a boltokban, kizárólag Windowsra, az ajánlott fogyasztói ára 25 font. Wow, szóval, ja, érdekes utazás ez a Garden Simulator. Az ocsmány grafika mellett szimulátorként tényleg nem egy játszhatatlan valami, csak igazából úgy nem nagyon van értelme. Tehát nem tudom, kiknek készült ez a játék, ki volt a célközönség, olyan emberek, akiknek nem volt soha, nincs még, vagy nem is lesz saját kertjük, ahol elszöszmötölhetnek. Ha ez igaz, akkor 100%-ig biztos vagyok benne, hogy van legalább egy olyan ember a világon, aki ezt megjelenés óta játsza, és mind a mai napig megvan a kis virtuális kertje, ahol minden nap eltölt egy kis időt, betakarít pár répát, megöntözi a rózsákat, levágja a füvet, és mindig ránéz a másik két kertre, hát ha most látja a szomszédját, és mindez emberek kibaszottul rémisztő. Csak egy ugrás, a sugár. Én ismét Lali voltam, köszönöm a megtisztelő figyelmet, nagy lelkű támogatást, legyetek jók, szevasztok!